Józsefvárosi egyperces. A kerület hírei röviden. Önkormányzatunk két új szolgálati autót adományozott a kerületi rendőrkapitányságnak a hatékonyabb bűnüldözési munka érdekében. A jó közbiztonság alappillére egy fejlődő városnak, amiért folyamatosan tenni kell. Hangsúlyozta az átadón Sára Botond polgármester. Mint mondta, az elmúlt években több mint 5 milliárd forintot fordított az önkormányzat a közbiztonság javítására. A rendezettebb környezet érdekében már 4 korszerű takarítógép járja nap mint nap Józsefváros utcáit. Növekedett a kézi takarítók száma, valamint a közelmúltban 140 darab új kukát helyezett el az önkormányzat kerület szerte. Sára Botond kiemelte, idén több mint 800 millió forintot fordítanak köztisztaságra. A józsefvárosi bölcsödék és óvodák csoportjai ingyenesen vehetnek részt környezetismereti foglalkozásokon, tematizált sétákon a fűvészkertben és annak fűfa tankertjében idén szeptembertől. A csoportfoglalkozásokat az önkormányzat finanszírozza. És hogy milyen céllal jött létre ez a program? Többek között erről is többet tudhat meg, ha fellapozza a Józsefváros újságot. Keresse a postaládájában, illetve a legfrissebb hírekért látogassa meg honlapunkat www.józsefváros.hu, vagy kövesse a kerület életét Józsefváros Facebook oldalán.